Sziasztok ismét, itt van egy kis videó. Na, szóval az a lényege, hogy ebben a videóban megpróbálok nektek egy pár dolgot itt megmutatni ebben a városban, ahol én dolgozok, nem itt lakok, egy pár kilométer arrább rakok, egy tízessel körülbelül, de mindegy, ami van egy pár érdekesség itt, azt megpróbálom nektek ebbe a kis videóba így megmutatni. Fogtok látni egy pár ilyen vágóképféleséget a szigetvári várról. És akkor itt a háta mögött van egy ilyen csónakázó tónak nevezik, bár csónakázni már egy ideje nem lehet, de van egy ilyen kis szökőkút, lehet frankon sétálgatni. Igazából most annyira nem jó itt sétálgatni, szóval el szoktunk jönni ide egy párszor, de most annyira nem jó. Gondolom ti is tudjátok, vagyis hát gondolom ti felétek is rengeteg rohadt sok szúnyog van. Erről beszéltem. Mondjátok milyen jót lakmározik? Imádom ezeket a dögöket. És itt a fák között itt borzasztó, hogy mi a helyzet, szóval... Ja, itt elég nehézkes így videót is csinálni, nem nagyon tudtam így megállogatni sok helyen, mozgásba kell folyamatosan tartani magamat, mert agyon csipkednek ezek a dögök. Borzasztó, hogy nincsen pénz az országnak arra, hogy szúnyogokat írtson, vagy én nem tudom, hogy mi a helyzet felük, de jaj, de valami van. Nem hiszem el, hogy abból a pár milliárd forintból, amit elköltenek ilyen hülyeségekre, abból nem lehetne egy szúnyogírtást végezni az egész országba. Az a helyzet, hogy itt is, de jó, hogy így világít a lapocska, de árnyékba ülök, akkor agyon csipkednek a szúnyogok. Na, azért is álltam meg, mert itt elég sokan most mászkálnak, megvárom még egy kicsit elől a csend, mert akkor mindenki nézi, hogy mit videóz az a csávó, meg mit nézelődik, teljesen, bocsa kezem miatt, teljesen be vannak készülve ilyenkor. Hát igazából csak ezt próbálom nektek itt átadni, hogy milyen ez a hely, hogyha véletlenül errefele jártuk, akkor érdemes ide kijönni. Most itt mászkálunk, a szúnyogok már nagyon csipkednek, szóval elindulunk. Szerintem... Ez is egy ilyen kis rövid videó lesz, aminek igazából olyan hú, de sok értelme nincsen, de most már tényleg majd lassan jönnek olyanok, amiben szeretnék egy pár dolgot megmutatni nektek. Ilyen, például nem olyan rég vettem ezt a szemüveget. Olcsó volt minden, nem szeretek olyan sokat költeni így ilyen dolgokra. De meg fogom mutatni, hogy, vagyis hát meg fogom mondani, hogy hol vettem, milyen árban. És akkor, hogy mik a véleményem róla. Hát és akkor ilyen saját vélemények lesznek igazából így a dolgokról, amiket veszek. Nem muszáj megvenni egy szemüveget 15-20 ezer forintért, hogy legyen rá garancia, meg rendes UV védelem legyen benne, hanem elég megvenni 2-3 ezer forintért, nem kell olyan sokat költenetek arra, amit szeretnétek megvenni, és mégis tök jó minőségű cuccot kaptok. Ja, szóval próbálok minél minőségibb termékeket bemutatni, és minél olcsóbban. Ez. Ja, és akkor lesznek ilyen mászkálós, csavargós videók, mikor így elmegyek valahova, és akkor azt szeretném nektek bemutatni, hogy milyen dolgok is vannak. Na, közben elindulunk. Na, de megint pont jönnek, na mindegy. Majd Max hülyének néznek, aztán ennyi. Csak az a baj, hogy akkor itt nem tetszik nekik, hogy én miért videózom le őket, meg ilyenek, tudjátok. Nehéz esetek ezek az emberek. Ja, szóval ilyen szép helyek vannak itt. De lehet ide ülni, lehet egy kicsit itt pihengetni. Jobban jártok, hogy olyan helyre ütök le lehetőleg, ahol nincsen árnyék, mert megesznek a szúnyogok is.
Ez nem olyan jó, mert nagyon mérgesek ezek a tökök. Tiszta szúnyogcsipés az ember, bepirosodik, viszked össze-vissza. Én nem tudom, honnan az Istenből jött ennyi szúnyog. Na, szóval, megyünk tovább, és hamarosan ott vagyunk a kis munkahelyecskénken. Valaki jön utána. Látjátok? A vállam fölött. A vállamon ült egy kis manó. Valami megint megcsípte a combomat, úgyhogy ezt most nagyon ütjük. Oké. Meg is volt. Remélem elég jó lesz a hang. Én is azért kiabálni nem akarok, mert felébresztem az itt rejtőző vaddisznókat, szarvasokat, fűnyíró traktorokat. Természetesen, ahogyan az ember elkezd videózni. Jó, mondjuk nem most, elég sokáig bírtuk, mert már megy, vagy nem tudom, így ilyen fél órája kb. Itt vagyok. És azóta még csak most találkozok először fűnyíró traktorral, úgyhogy ja, egész jó bírták, hogy ne zavarjanak bele. Most egy kicsit hallhatjátok, hogy itt mi a helyzet. Aztán hamarosan folytatjuk. Mind láthatjátok, megérkeztem az üzletbe, úgyhogy nem sokára nyitunk, még egyelőre. Vagyis még gyorsan annyit megcsinálok, van egy fél órám körülbelül. Annyit megcsinálok, hogy gyorsan megcsinálom nektek a videót erről a rapszerűről, amiről beszéltem is a vlogban. Megmutatom, kibontogatom, megpróbáltam úgy visszacsomagolni, ahogyan meg fogjátok találni az üzletbe, ugyanis már láttátok, hogy használtam. Megmutatom, miket adnak hozzá, kicsit elolvasgatom a leírást, ez egy ilyen pár perces videó lesz, igazából szerintem egy napszerűvegről olyan hülye sokat nem lehet beszélni. Sajnos ezt már itt csinálom meg az üzletbe, úgyhogy lesz egy kis háttérzaj, de megpróbálom valahogy úgy megcsinálni majd így a hangot, hogy azt a háttérzajt azt majd megpróbálom kiszűrni, nem tudom mennyire fog sikerülni, de egy próbát megért. Na, szóval, ha tetszett ez a kis ilyen sétáló vlogszerűség, akkor iratkozzatok fel a csatornára, nyomassatok egy lájkot, kommentbe pedig írjátok meg, hogy mit szeretnétek látni, esetleg miben változzon a vlog, vagy ez a beszélgetős dolog, nyugodtan írhattok kommenteket, és akkor megpróbálok hozzászólni, hogy ne egyedül egymagamra beszéljek. Na, és akkor így, ja, ennyi lett volna körülbelül az egész. Aztán hamarosan találkozunk egy következő videó. Addig is kitartás, aztán csapassátok neki a lájkokat. Ennyi. Szevasztok!